Kevés ez a közlés, így, hogy gyerekek, most megy a bölcsibe! Nem szabad ennyit beszélni, mert hatalmasabb az érzés. Most maga kénytelen gyártani szövegeket valamilyen lendülettel. A nagy bajuk az, hogy a sok szövegmondás nem engedi meg, hogy azt érezze, hogy micsoda nagyszerű. Hogy fölvették, meg kapott egy kendőt. Hát ez most nincs jelen, csak szövegben, ugye? Én csak mindenkinek mondok egy-egy dolgot, jó? Amit egyszer csak meg kéne csinálni. Jelenetben nem kell rögtön az elején, csak szép lassan csebegtessétek, jó? Cseréld meg a szöveget. Tehát mindjárt a gyerekkel kezd. Pisilt is. És tudjátok, és, tehát ha megfordítod, akkor jobb. És itt is álljon be egy ilyen kínosabb zavar, jó? Tehát egy ilyen visszahalkulás, jó? Tehát hogy most visszaveszünk ebből a nagy utvárunkat. Épül föl ez a kapusz, de te ne üvölts, Csapán, te hanya vagy. És akinek mondta, az elkezdi ezt visszhangozni. Mi ketten? Talán csak nem kisbaba! Hát elég! Jaj, kisbaba! Semmilyen! Anyához költözünk. Tehát most történt egy nagy bejelentés, és gyakorlatilag elmentek mellette, egy másik ember kiborult, egy harmadik kiborult, és egyszer csak egy konfliktus helyzetre oda kéne figyelni, de elkezdtek leszakadozni, és ilyen pici kis műtjükéket ott elkezdeni. Jó, nem költöztetek! Mi a baj a felem? Mi a baj a felem? Ja, mama azt mondta, hogy... Enyém a lakás! Jó, sajnálom, de mi költözünk anyámhoz? Add már neked, összegom, ő a bolond, kell anya támogatása. A Gábor előveszi a telefonját itt a háttérben, és bemond egy információt. Ez az információ úgy kell, hogy elhangozzék, hogy ebben a totális kakofóniában mindannyian ezt meghalljátok, pedig ő halkan mondja. Meghalt harangozó terén. Előadhatnánk valamit, nem? Mit? Egy dolgot. Szerintem ez lenne a mély. Jó, de melyiket? Ha Gábor elővesz a szöveget, hát akkor csak ez lehet. Mindenkinek van egy tévedése. Jaj, nem.